Köszöntöm a kedves televízió nézőket a TV21 Ungvár stúdiójából. Profit című gazdasági magazin műsorunkat látják. Mai műsorunkban az EGÁN-EDE gazdasági élénkítő programról lesz szó, és az új pályázati kör kiírásáról. Köszöntöm stúdiónkban Berki Marianna igazgatót. Július 15-én hétfőn írták ki az új mezőgazdasági pályázati kört. Mit kell tudni erről az új kiírásról? Különbözik-e az eddigiektől, esetleg vannak-e új feltételek benne? Igen, ez így igaz, július 15-én kinyitottuk az 5. pályázati kört, amiben nem csak mezőgazdasági pályázat keretében lehet pályázni, hanem földnevesítés és földcégek részére is megnyitottuk a pályázatokat. Az adott kiírás egy kicsit változik az eddigi mezőgazdasági pályázatoktól, szigorúbbak lettek a feltételek. Ha megnézzük azt, hogy milyen feltételekről lehet szó, akkor elsősorban meg kell említeni azt, hogy ezentúl, hogyha új eszközre pályázik a pályázó, nem cserélhet a későbbiekben használt eszközre, semmilyen feltételek mellett. Ugyanúgy, hogyha ültetvények körbekerítésére szeretne pályázni a pályázat beadása idejében, fel kell figyelni arra, hogy munkadíjat azért, hogy körbekerítsék az ültetvényeket, nem tudunk visszaigényelni, és nem tudjuk felszámolni, mint a pályázati költségvetésnek egy pontját. Abban az esetben, ha nem magyar nyelven készül dokumentumot csatol a pályázatához, és ilyen mindenkinek lesz, ez mondom, paszportra, adóazonosító számra gondolok, és további dokumentumra, fel kell figyelni arra, hogy minden dokumentumnak szükséges az ukrán nyelvű fordítása, és az ukrán nyelvről magyar nyelvre való fordítása. Aztán arra is fel kell figyelni, hogy a pályázatot kizárólag személyesen lehet beadni. Az mostani pályázati körben nincs lehetőség arra, hogy meghatalmazás alapján valaki más nyújtsa be a pályázó helyett a pályázatát. Abban az esetben, ugye, hogyha egyéni vállalkozóról beszélünk, hogyha vállalkozásról beszélünk, itt képviselő fogja benyújtani mindenféleképpen, ez vagy az igazgató, vagy pedig a vállalkozás tulajdonosáról beszélhetünk. Valamint arra is fel kell figyelni, hogyha nyertes pályázat esetéről fogunk beszélni, ha több bankszámlát szeretne használni, és több bankszámláról szeretne utalni, ezeket az igazolásokat mindegyik bankszámla számról be kell ezt nyújtani az alapítványról. Nem pedig csak egy bankszámla számról beszélhetünk. Ezekre nagyon fontos figyelni, és minden pályázót arra kérek, hogy vegye figyelembe a változásokat, és figyelmesen olvassa el az új kiírást. Milyen keretösszegről van egyébként szó, és milyen összegre pályázhatnak? A kategóriák ugyanazok maradtak, amik eddig is voltak, maximálisan 3 millió forint van, a felosztás ugyanaz 20-80%-ra vagy 10-90%-re nagy családosok esetében, ezért ezek a feltételek nem változtak. A komoly feltételek, amik változtak, ez azok voltak, amit említettem az előbb. Nemrég zárult le vagyis a turizmus és a vállalkozásfejlesztés kategóriák, zajlanak az ellenőrzések. Hol tart ez a folyamat? Mikor lehet esetleg eredményhirdetés ebben a két kategóriában, és hol tart az ellenőrzés folyamata? A turisztikai pályázatok értékelése már szinte be van fejezve. Reményeink szerint ősz elején, maximum közepén már eredményhirdetésről beszélhetünk. Összesen 242 pályázatunk érkezett be turisztikában elektronikusan, amelyek közül 224-et vettünk át papír alapon, megből 190 ez beruházás és 34 ez eszközbeszerzésről beszélhetünk. Ez a kategória már szinte a döntéshozata előtti stádiumban áll. A vállalkozás fejlesztésnek az értékelése még folyamatban van, és arra számítunk, hogy ősz közepén, legkésőbb ősz végén a szerződéskötést tudunk lefolytatni a pályázókkal. Itt mondhatok, hogy a forrásigény a két kategóriának több mint 5 milliárd forintról beszélünk. Felosztásban ez a vállalkozás fejlesztésben 4,3 milliárd, a turisztikában meg majdnem 1 milliárd, pontosabban 934 millió forintnyi forrásigényről, hiszen nem térítendő támogatásról beszélhetünk, mert kérnek a pályázók. Láthassuk azt is, hogy dinamikában nőttek a pályázatok. 2016-ban turisztikában 177-en nyújtották be a pályázatot, vállalkozásfejlesztésben 556-on, 2017-ben már vállalkozásfejlesztésben 1559-en, és az idei, ez a negyedik pályázati körben pedig turisztikában 242-en, vállalkozásfejlesztésben pedig 1759-ben. Látható az, hogy nem tekintve arra, hogy az alapítvány ellen különböző eljárások tartanak, mégis pályáznak és hisznek abban, hogy minden rendben van, és tudnak sikeresen gazdálkodni az a kárpátaljai lakosok.
Korábban szó volt egy ilyen közepes pályázat kiírásáról, egy ilyen 5 millió forint vagy azt meghaladó, illetve ugye vannak a nagy beruházásos pályázatok is. Hol tartanak ezek a folyamatok esetleg? A közepes pályázatoknak azért a kidolgozása még folyamatban van. Reményeink szerint akkor, amikor meghirdessük a pályázatoknak az eredményét, tovább tudunk lépni, és meg tudjuk hirdetni a közepes pályázatoknak is a pályázati kiírását. Konkrétabban még nem tudok erről beszélni, mert tényleg nagyon alapvető kidolgozási stádiumban van, és még sok kérdés van, amit meg kell vitatnunk. A nagy beruházás pályázata folytatódik, a pályázók akik átléptek a második körbe, megkapták az anyagokat, és készítik a további dokumentációt, ez is jelenleg folyamatban van, ami után áttérünk majd a pályázatok értékelésére és döntéshozatalára. 2016 óta működik a program, a pályázók száma folyamatosan nő. Látják már a gyakorlati eredményét a pályázatoknak, a beruházásoknak? Visszajárnak ellenőrizni is a pályázókhoz, illetve hogy általában véve van-e már gyümölcse, van-e már eredménye a munkának? Igen, most lássuk igazán a munkának az eredményét, mert látható az, hogy általában egy projektnek ahhoz, hogy láthassuk az eredményét, minimálisan 2-3 évre van szüksége, hogy kifusson. És most ugye nagyon sok helyre eljártunk utóellenőrzésre, minden pályázónál volt utóellenőrzés, és időként szúrópróbaképpen meglátogassuk újra és újra a pályázókat. És most lássuk, hogy ténylegesen használják, és az ültetvényeket is most lássuk a mezőgazdaságban, és azok az eszközök, amit vásároltak, mennyire hasznosulnak, amit a vállalkozás fejlesztésben és a turisztikában is igazán most lássuk azt, hogy mennyire segítette elő a pályázat a gazdálkodását. Én azt mondanám, hogy sikeres a program, és minden pályázatnak igazán 2-3 év múlva látszik az, hogy mennyire tudott segíteni neki az az eszköz, vagy pedig a beruházás, amit az alapítvány által kiírt pályázatoknál sikerült neki végrehajtania. Melyik a legnépszerűbb kategória egyébként? Ugye van a turizmus, a vállalkozás fejlesztés és a mezőgazdaság. Melyiket várják legjobban az emberek általában? Az én véleményem alapján a mezőgazdaságot. Ugye Kárpátalján nagyon sok földet művelnek, és többnyire a gazdák földműveléssel foglalkoznak. Ezért azt szeretném mondani, hogy a mezőgazdaság az a kategória, amit legtöbben is pályáznak, és a legtöbben is várják. Tudnak esetleg olyan családról vagy vállalkozóról, aki esetleg külföldről ezért jött haza Kárpátaljára, hogy kihasználja esetleg a pályázati lehetőségeket? Tehát van egyfajta ilyen hazahívó ereje is ennek a programnak? Statisztikát ebben a kérdésben nem végzünk, de ugye minden pályázótól visszahalljuk, ezért mondhatom azt, hogy vannak olyan pályázók, akik családostól visszaköltöztek Kárpátaljára, mert bepályáztak nem csak ezt, mert a lehetőség van többször is, és több ciklusban is pályázni. Látható az, hogy bepályáztak 1-2-3 cikluson keresztül, és most már felépítettek egy olyan kis gazdálkodást, ami fent tudja tartani a családot itthon is. Ezért vannak olyanok, akik hazaköltöztek a pályázat alapján. Említette a hatósági vizsgálatot. Hol tart ez a hatósági vizsgálat? Ugye a vád elég abszurd szeparatizmus. Hol tart ez a vizsgálat, illetve mennyire hat az alapítványnak a munkájára, esetleg a pályázói kedvre? A vizsgálat ugyanabban a stádiumban van, mint nyár elején volt, semmit nem változott azóta a státusza. Nem mondhatom azt, hogy negatívan hat az alapítvány munkájára, vagy pedig a pályázókra is. Senkit nem félemlít meg. Munkatársaim és valamint a pályázók is ugyanúgy dolgoznak, ugyanabban a ritmusban, ami eddig is volt, ezért nem mondhatom azt, hogy érzem valami negatív ráhatását az alapítvány munkájára. Pályázókat esetleg nem ijeszti el? Nem, nincs kétség esetleg, hogy valaki ezért mondja vissza a pályázatát? Vissza szoktak mondani egy adott százalék a pályázatot, de senki sem mondta még eddig vissza annak fogva, mert megijedt attól, hogy őt ugyanúgy keresték a hatósági szervektől. Ez a százalék, ez ugyanannyi maradt, ami eddig is volt, és ez egy normális százalék viszony tekintetve arra, hogy hányan nyerték meg a pályázatot, és hányan mondják vissza a különböző okokra fogva. Ezért nem tudok olyan pályázóra, aki pontosan azért mondta vissza, mert megijedt a hatósági vizsgálatoktól. Tehát aki becsületesen vezeti a vállalkozását, annak nincs mitől tartani. Nincs mitől félni, igen, így van. Kitartást és sok sikert a további munkához. Berki Mariannának köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, adásunk második felébe a nagyszőlősi járás egyetlen téglagyárába látogatunk el, ami Salánkon üzemel. Tartsanak velünk!
Hogyan kezdődik az önök üzemében, gyárában a téglagyártás? Mi az első folyamata? Hát a legelső folyamat az, hogy egy engedélyt kell kapni ki ebbe, hogy a főt kitermelésére, ami egy elég hosszú procedurás dolog, de az utolsó ilyen engedélyt, úgy tudom, én kaptam Kárpátalján 2011-ben, ami 20 évre szól a főt kitermelésére. Mikor leszállítsuk a földet a bányából, onnét indul az adagolónál, ahol adagolódik a főt befele egy buldozer traktorral, jön fel a darálóba, daráló után van egy ilyen keverőgépünk, keverőből be, olyas, mint egy húsdaráló, ami majd préseli, és a formázó a prés száján van, ami formázza a méretit a téglának. Ez az egész szerkezet, vagy technológia egy ilyen 70-es években voltak beindítva, jelenleg ebbe kell, hogy dolgozzunk, mivel hogy helyzet Ukrajnában, azt hittem mindig, hogy javulni fog, de nem. Inkább rosszabb út, úgyhogy nagyon nem tudtunk cserélni. Ugyanolyan gépet tudtunk venni, mint amilyet használtam, ez 5 éves gép, a vágó 2 éves. Ez a vágó szerkezet, úgy hívjuk a téglagyáristák, hogy ez a szíve a gyártásának, mert ettől függ a mérete, a szépsége a téglának. És egyébként milyen van jelentősége, hogy milyen földet, vagy honnan hozzák a kitermelt földet, vagy milyen minőségi föld kell hozzá? Mielőtt földet lehordanánk, kell furást végezni. Ahhoz külön céget fogadunk fel, hogy végezzenek furásokat, és ahol találnak megfelelő anyagot, vagy úgy, mint a salánki bánya, 3 komponensből áll össze. 3 fajta földet használunk, amit össze kell, hogy keverjünk. De még itt sem nem az a tökéletes, ami volt régen, amit itt gyár környékén vannak ilyen halastóknak nevezzük mostanában, de ez kidolgozott bányák. Ott igazi kék agyag volt, az volt az igazi téglának való föld. Tehát itt az alapanyag is salánki? Igen. Egy ilyen 1,5-2 kilométerről szállítsuk le a hegy oldalából. Hát az utóbbi időben azt is észrevettük, hogy még teljesen nem tökéletes a 3 komponens összekeverés, úgyhogy egy ilyen konzultáció vagy tapasztalatcserére voltam a télen Magyarországon, egy egész komoly nagy gyárba, a Máli téglagyárban, ahol javasolták nekem a firészpor keverését. Hát az egy nagyon jó ötlet, eddig valahogy nem vettem rá figyelmet. Az idén megpróbáltuk a firészpor keverését, egy kicsit jobb a minősége. Nincs annyira repedve a tégla, és jobban összeáll. Ugyanakkor érzésem szerint, meg tapasztalatom szerint az idén látom, hogy a fogyasztás, a szénfogyasztás is csökkent, vagyis tudunk rajta egy kicsit javítani. Formálás után, mikor kijön a tégla, ugye van egy kanyar, ami rákanyarítsa a legyártott téglát erre a hosszú szallagra. Ez a hosszú szallag végigviszi egészen 18 száríton keresztül. Na most mikor még szárítóba szedjük le, itt van 4 hölgy, akik 7 órában dolgoznak, és ők nekik az a dolgok leszedni és rárakni erre a úgymondott lulka szerkezetre. Ők itt rárakják, innét a folyamat az, hogy megy a szárítóba, és ott 6 hölgy szedi le, és máglázza le szárításra. Ami ott egy hónapot vesz igénybe, még természetes módon szárítódik ki. Nincs előszárítás nálunk, hanem természetes módon szárítódik a tégla. Akkor az a jó, hogyha süt a nap és meleg van? Az a jó, ha süt a nap és meleg van, csak ne fújjon nagyon a szél, mert attól is reped a tégla. Ez, amit látszik a sarkon, ezek a téglák, ez már le van készítve őszére, mikor már nem süt a nap és nincs meleg, hogy mi ősszel is tudjunk dolgozni. Így nyáron bekészítünk, mert ez nem olyan sorokban van rakva, hanem magasabb és több tégla fér be, hogy kevesebb helyiséget foglaljunk a szárítókból. Ez készül nekünk, vagy ősszel felhasználjunk, ha van igény rá, hanem akkor tavasszal egy csontszáraz nyers téglából tudunk kiindulni. Mert ami a szárítóban van, azt úgy hívjuk, hogy nyers tégla, száraz nyers tégla. Mert ami kiégetődik, az mondjuk piros tégla, kiégetett tégla.
Hát most a szárítóban vagyunk, ahol szárad a tégla egy hónap, akár másfél hónapot is. A lényeg ennek is a lerakása, hogy nem csak akárhogy le lehet rakni, hanem egy ilyen szénaszalma sorba. Mert egyik sort, ha megfigyeljük, idefele áll, a másik sor odafele. Az azt jelenti, ahogy fúj a szél, hogy azért közte száradjon, és az segít a szárításában. És mennyi ideig szárad egyébként? Egy hónap, másfél hónap. Időtől függ, attól függ, hogy mennyire jó az időnk. Mi vagy, mi szezonális munkások vagyunk, nem tudunk hamar dolgozni, csak ha az idő engedi. Amikor le tudjuk szállítani a földet, amikor nem ragad a föld, és akkor abban kezdjük, hogy legyártunk akár egy fél milliót, vagy 600-700 ezeret. Jelenleg, ha végignézem a szárítókban, majdnem mind tele van. Ez egy olyan 700 ezer tégla, ami már készen van a kiégetésére. A kiégetés megint csak addig mehet nekünk, ameddig fel nem fagy, mert akkor már nem tudunk dolgozni. Úgyhogy egy ilyen 6-7 hónapot dolgozunk egy évbe a munkásokkal. Ez az egész nyers lerakása, úgymond a szárítóba, egy ilyen 15-18 embert igényel. Ahhoz, hogy ez idáig jöjjön el. Mármikor így le van rakva. A következő folyamat lesz az, amikor már készítsük a berakását a kemencébe. Ugyanazt a lulka rendszert használjuk, hogy felrakjuk a száraz téglát, berakjuk ilyen nagy kocsikba, felrakjuk, amire rámegy 1150 darab tégla. Ez adódik be egy ilyen alagút kemencébe. Egyetlen alagút kemence Kárpátalján. Ilyet már nem is nagyon használnak. A hosszasága a kemencének 72 méter, és 36 ilyen kocsi megy be az égetésre. Milyen hőfok van oda bent, vagy mennyire? Ennek a kemencének az a lényege, hogy a többi kemencébe viszik körbe a tüzet, itt meg egy helybe áll a tűz, majd felmegyünk, megnézzük, és adjuk be a kocsit, nyomjuk át fel a tűz alatt. Ez az érdekesség benne. Úgyhogy a hőfök 900-től 1000 fokig. Amikor az 1000 fokot eléri, akkor egy sörös üveget, ha leengedünk, az csak elolvad. Vagy egy villanykörte 900-nál olvad, nem törik benne. Az egy érdekes lesz, ha bátrak vagytok és feljöztök, akkor megnézzük fentről itt a tüzet. Ez úgy hívódik, hogy ez előszárítás. Az előszárítás része a leghosszabb. Mert ha megnézzük a kemence hosszaságát, akkor egészen a tűzszekrényig, mert ott azt úgy hívjuk, hogy tűzszekrény, ahol égetődik ki fel a tégla. Onnét van az 1000 fok, minél tovább úgy lemegy, egészen 80 fokig. Már mikor kimegy a ventilátoron a levegő, az már 80 fok. Annyira le van hűve. Több gyárban használták ezt arra, hogy előszárítást végezni a sopába. Felhasználni ezt a füstöt, a gázt a szárítására. Én mikor átvettem a gyárat, ma ez nem működött, itt nem is volt bevezető, úgyhogy nem foglalkoztam vele. És elértünk arra a pontra, ahol hányódik befel a szén a tégla kiégetéséhez. Ez egy olyan 5-6 métert foglal magába, amit úgy hívunk, hogy tűzszekrény. Így, ahogy a fiúk hányják befele, ők tudják, hogy mennyi szenet kell bedugni, ahhoz, hogy égjen ki. Nem. És minden fél órában megszórják. És akkor van egy ilyen nyomatás, hogy nem egy egész kocsit nyomnak ki, hanem részenként 7-szerre nyomódik ki egy kocsi. Ahhoz, hogy kinyomna a kocsit, nem kell nekik lemenni. Felül van a gomb, és innét nyomják, és nézik a lyukba, ha bátor vagy belenézete is. Na, de ott az elején, mert ott jól látszik, gyere. Simán be kell akasztod. Simán beakasztod, felemeled. Nyugodtan, nem vág fel. Itt van a két platformának a köze. Ízik a tégla is. Ezt, hogy bezárod most, bezárod és nyisd ki ezt. És itt fogod látni a tégla. Itt jön ki fel a tégla, a piros tégla, és eléggé meleg, azért nem is nyitom ki az ajtót, nem is akarom. No. De bejárat azért, mert a beindítása maga a kemencének, a beindítása itt működik. Egy ilyen 12 méter, 14 méterünk volt, úgy, amikor mondtam, a lehűlés zóna. Ott teszünk be egy ilyen tűzszekrényt,
és kb. 10 köbméter fa felhasgatva, avval indítsuk be. De a beindítása ilyen hát régi módszerű persze. Megraktuk a tűzszekrényt, és két szutkán keresztül, ugye az 40-80-an keresztül fűtsük. Még 12 óraig tűrhető. 12-től tovább, már 13-ig, 14-ig, 15-ig, minél melegebb a kemence. És arra az embereknek kell bemenni és behányni azt a fát. Az azt jelenti, hogy 3 perc és gyere kifele, mert szauna. Kész? Nem, szauna, baj nem lehet. Melegít, jönni kell kifele. Bedobott egy pár darab fát, jönni kell kifele, bezárni az ajtót. Na. Amikor úgy lássuk, vagy lássuk a tégláról, hogy most felnyomtuk azt a 1000 fokot, az első tégla kell, hogy túlégjen teljesen, hogy az már legyen túlégetve, akkor indítsuk meg a hátsó nyomatást. És onnétől kezdve ez mint bejárat megszűnik. Ez már csak kijárat, mert csak kifele jön a tégla. És itt majdnem vége a folyamatnak. Teljesen foglalkoztatok 28 embert, mai napra 28 embert foglalkoztatok munkába, plusz két ember a vezető, én meg a segédem, két vezetőbe. Ha visszamegyünk ezelőtt 20 éve, 18 éve, itt volt egy teljes könyvelőség. Ugyanezt a munkát végezték el, de ugye mindig az emberek fizetést követelnek el, fizetésemelés, hogy tudunk fizetést emelni, lecsökkentsük a létszámot. Kevesebb főnök legyen, kevesebb vezető legyen, így tudtunk egy kicsit javítani a fizetésen. Meg én mindig is mondom, hogy ha megvan fizetve az ember, akkor van munkaerő. Mert ha megfigyeltétek, dolgoznak asszonyok, férfiak, aki nem teheti, hogy elmenjen külföldre, és úgy érzi, hogy mert ez nehéz munka, bevállalja, jön, dolgozik, az átlag fizetés, mondjam, nem mondjam, 8-12-ig, teljesítményre megyünk. Van, aki 6-ot keres, az úgy dolgozik. Van, aki igen, teljesítménybe megyen. Itt van a helyben, faluban, nem kell elutazni. Tisztán magyarok dolgoznak, lehet mondani, a kisebbségben, a romákból vettem fel egy pár embert, megkértek a munkanélküli osztályról, hogy foglalkoztassak, foglalkoztatni kell őket is. Igen, látunk a munkások között fiatalokat, asszonyokat, valóban. Igen. Valóban. A legfiatalabb munkásom az 22 éves, a legidősebb az 65 éves. Hát az a bácsi, aki ott van, az öreg, az a legidősebb. Nem sokat csinál, egyedül él, se anyukája, se testvére, senkije nincsen. Az állam nem ad neki nyugdíjat, nem 65 éves, 61 éves. Az állam nem ad neki nyugdíjat, úgyhogy segítek rajta, hogy kenyére keressen, élelmiszerre vagy gyógyszerre. Nagyon nehéz, nem is akarja ezt már senki csinálni. Azért a szőlősi járásban, a 8 téglagyárban egyedül maradtam, a megyében a 69 téglagyárban maradtunk hárman, a borzsovai, a salánki, és valóban a tejcsői járásban még van egy ilyen fajta gyár, ami ilyen technológiával dolgozik. Többről nem tudok. Többiek csak úgy összehullottak, megszűntek. Nagy az adónyomás ránk. Ellenőrzések, a sok engedélyek. Na most hál' Istennek egy kicsit tán lazult a helyzet, nem követelnek annyi engedélyt tőlünk, de még mindig nehéz dolgozni. Az egyik probléma után jön a másik. Ugye a jó szakemberek, azok mind elutaztak. Csak ahhoz, hogy megvenni egy ilyen autót, amin szállítsuk a téglát, mert saját autónkon, hogy tudjuk kiszállítani. Az volt az egyik legnagyobb álmom, hogy ha legyártam az áramot, hadd is tudjam elszállítani. Nem kell nekem jövedelem az autón. Csak tudjam kiszállítani az embereknek, hogy egy telefonhívás és küldjem a téglát. Hát sikerült egy autót venni, amivel most már szállítanánk. Most csak annyi kéne, hogy több vevő legyen, és akkor jobban el volnának foglalva a munkások, elérnénk a 15-20 ezer grivnyás fizetést, ez volt az igazgatónak a legnagyobb álma, hogy az emberek legyenek megelégedve. De szerintem végigmentetek a gyárba, nem úgy néztek ki az emberek, mint akik nincsenek megelégedve. Sok emberek örülnek, hogy munkahelyük van, biztosítva vannak a szociális dolgok nekik, mert ugye alap, nyugdíj alap, télen, mivel hogy mi nem dolgozunk, az egész munkás bírzsára megy, az megint egy plusz nekik, mert a rezsit legalább abból ki tudják fizetni.
nekem fontos, hogy ők legyenek elégedettek. Nekem könnyebb dolgozni akkor. Amúgy nagyon rendesek, mert szavfogadók meg. Hát a munkás csak jog lehet mondani. A munkás kell szeretni, és akkor szeretik a főnököt. Az így van. Szerintem mindenhol így van, nem csak nálam. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Kövessék a Profit című gazdasági magazinműsort a közösségi médiában is. Viszontlátásra!